Új LED lámpák Moson Magyaróváron a főutcán. Ezekből a korszerű és energiatakarékos lámpákból már több mint száz darab található a városban. Elsőként a főúton és a Kálnoki úton korszerűsítették a közvilágítást a város üzemeltető szakemberei. Azt mondhatom, hogy a főutcán, ahol elég magasok a kandelláberek, nem venné észre, hogy hiányzik a hiányzik az a szórás, illetve hogy túl lenne a, a fényereje, sokkal erősebb egyébként a, a fénye. Azt sem mondhatom, hogy, hogy színben, tehát a fény színében különösebb nagy eltérést lehetne tapasztalni, bár mindenféle színben kapható a LED lámpa is. Egy biztos, hogy a, hogy a helyek környékén, vagy kiemelt kiemelt csomópontokban erősebb lámpákat kell alkalmazni. A városban összesen négyezer lámpa van, így a munka java még hátra van, Árva István elmondta, pályázati lehetőség ebben a témakörben nem volt, így a korszerűsítést az önkormányzat egyelőre teljes egészében saját maga finanszírozza. Az 5-6 éves megtérülés az azt jelenti, hogy ennek az életciklusa, tehát az 5-6 éves garanciás lám, tehát ennek a garanciás ideje is 5-6 év ezeknek, a, ezeknek az aktív elemeknek, tehát a garanciális időn belül megtérülést hozhat, tehát viszonylag kockázatmentes megtakarítási forma. Az egész hálózat korszerűsítése körülbelül 100 millió forintba fog kerülni. A magas energiafogyasztású izzok lecserélésével egyébként nem csak a villanyszámla lesz karcsúbb a jövőben Moson-Magyaróváron, hanem várhatóan az üzemeltetési költségek is csökkenni fognak.